A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Most kedves nézőink bizonyosan egyetértenek velem abban, hogy a méhek életbevágóan fontosak számunkra, hiszen a legújabb elemzések szerint az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a beporzó tevékenységüktől. Ennek tükrében természetesen ma a méhészet, illetve a mézek állapota, helyzete lesz a témánk. Tehát szó kell, hogy essék nyilvánvaló az európai méhészek és a brüsszeli bürokrácia közötti hatalmas nagy vitáról, ami már évek óta folyik a kínai és az ukrán műméz kapcsán. Aztán kell, hogy beszéljünk a szélsőséges időjárásról, hogy mi a helyzet most, ha úgy tetszik. De előtte azonban essék szó egy temerini látogatásról, a Szent István Mézlovag rend illésnapi megemlékezésen vett részt. Vendégem pedig természetesen Antal István méhészmester. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Na, látogassunk el Temerinbe! Nagyon nagy megtiszteltetésben ért bennünket az, hogy a temerini mézlovagrend meghívott bennünket erre a többnapos illésnapi megemlékezésre, és nagyon jó érzéssel töltötte bennünket, hogy szinte az egész Kárpát-medencéből mézlovagrendek jelentek meg, és tiszteletüket tették ezen az óriási megmozduláson, ahol tényleg öröm volt nézni a magyarságnak a jelenlétét, az életét, azt, hogy tényleg élő magyarság van a Szerbiának ezen a részén, és csodálatos megemlékezés volt több-több rendezvénnyel, és ez mind-mind magyar embereknek az akarata volt, és magyar embereknek az együttműködése. És igazából megtudtuk azt, jó érzés volt az, hogy mindenféle régióból származó méhészekkel tudtunk beszélgetni, eszmét cserélni, akár a méhészetről, akár a piaci kérdésekről is, de valamilyen szinten kaptunk egy átfogó képet azzal kapcsolatban, hogy mi történik a Kárpát-medencében ma a méhészeti szempontból. Igen, hát ebben a vészteres időszakban kell is, hogy tanácskozzanak a méhészek, hiszen ugye én évekről beszéltem, de valóban így is van, és Nagy István agrárminiszter, aki maga is méhész, továbbra is küzd azért, és nem csak mi, hanem azért most már rengeteg támogató van, hogy szemléletváltásra bírja rá Brüsszelt, hiszen az importmézek aránya valami borzalom. Igen. Tehát az ukrán és az ukrán méz az még valamennyire méz, de a kínai az sem ennyire leginkább. Ezt hogy élitek meg? Ugye erről már számtalanszor beszéltünk, és mindig csak halasztjuk, vagy halasztódik a döntés. Hát ugye két csoportra lehet osztani a méhészeknek a társadalmát. Egyik azok a méhészek, akik óriási méhcsalád számmal hatalmas mennyiséget termeltek, és úgymond az egész európai piacra termeltek mézet. Ez nagyon jó minőségű méz, de hatalmas mennyiségben termett, és kereskedőknek a közreműködésével jutott ki a nemzetközi piacra, és gyakorlatilag ugye egy nagy kerárat is generált, mert hát ugye minden piaci szegmensnek életben kell maradni, és gyakorlatilag azok a méhészek, akik ezt a piaci oldalt használták, azok most nagyon nagy bajban vannak, mert igazából nagyon-nagyon nyomott áron vásárolják a mézet. Arányosítsunk, csak hogy a nézők is értsék, hogy ez mekkora problémát okoz. Hát ez óriási nagy, az a igazából, hogyha forintra vagy összegre Igen. beszélünk, akkor... Hát egy olyan idáig vásárolták 500-550-600 forintért a mézet.
és az utóbbi egy hétben lement 500 forintra. De nem elég, hogy lement 500 forintra, még nem is vásárolják, mert elfogadják a piac, az ajánlatot, az eladási ajánlatot, de nem jönnek meg a mézér. És egyszerűen nem, meg sem mozdul a piac. A másik pedig az a mézünk, ugye, ami az akácméz, ami a Magyarországnak a Hungarikum, és ami a legnagyobb piaci szegmens tartalmazza, az meg nulla a vásárlási akarat a kereskedők részéről. Na most ez egy borzasztó alacsony ár, ez olyan szinten, hogyha egy elméleti 800 forintot számolunk, már pedig nem is biztos, hogy a 800 forintból, mint önköltségi árból kijön egy méhész, akkor ha egy 800 forintot számolunk, ez messze alatta van az önköltségi árnak is. Magyarul, hogyha valaki készerül eladni ezen az áron mézet, akkor csak a veszteségét növelte és a veszteségét termelte ki. És az akácméznek az, hogy nincs felvásárlása, az pedig egyáltalán a veszteséget nagyon-nagyon tetézi. Igen, és ráadásul a vegyes virágméz is gyakori. Tehát igen. Nyilván, ha itt ezt most összeadjuk, akkor veszteségesek a méhészek. Hogyne. Ami azt jelenti, hogy egyre több méhész kénytelen abba hagyni. Igen. Vagy nem azon a szinten csinálni? Pont ez volt a beszélgetésünknek a tárgya kint, hogy mi van akkor, hogyha egy méhész azt mondja, hogy idáig nagykereskedőnek értékesítette a mézét, és innentől kezdve átfordul egy úgynevezett kézműves méz kategóriába, és azt mondja, hogy a nevét adja hozzá, és saját maga értékesíti termelői piacokon, kézműves vásárokon, és közben ugye kihagyja a kereskedőknek a láncszemeit, és őtőle termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz kerül a méz. Na most, hogyha ezt egy méhész felvállalja, akkor ott egyből olyan sok költséggel és munkával szembesül, mert hogyha egy mézet megtermelünk, és onnantól kezdve egy terméket akarunk értékesíteni, üvegbe van téve, felcímkézve, és még onnantól kezdve még elmegyünk piacokra, kézműves vásárokba, még annak is van egy munkaigénye, akkor meg onnantól kezdve ezek a megnövekedett költségek ezen az árszinten meg nem is megint ott van, hogy veszteséget termel, és a másik meg az, hogy azt az óriási mennyiségű mézet, ami meg van termelve, fizikai képtelenség értékesíteni. Igen, és itt még egyszer hangsúlyozom, ahogy elkezdtem, hogy az élelmiszer termelésünk harmada függ a rovarok. Milyen? A rovarokról van itt rovarokról, szó, így van. Beporzó tevékenységtől, de a méhek jelentős szerepet játszanak, bizony, ez nem bizony. Lehet vitás. Brosz Péter azt mondta, elnézést, hogy a hazánk kezdeményezése egyébként nyitott fülekre talált, hogy tüntessük fel az áruházakban a méz származási helyét és pontos százalékos arányát. Így van. Na most én ezt megnéztem néhány helyen, most nem mondok nyilván áruház neveket, rendben van, hogy ott van, csak nem arányosítva egyik így oldalról, van. Másik oldalról pedig továbbra sincs kint egyértelműen, hogy ez magyar méz, vagy tehát európai, az fent van. Igen. Értelemszerűen, és a nagy áruházláncok kevés kivétel van, sokkal inkább ragaszkodnak a nagyon olcsó mézhez, mármint beszerzési áron nagyon olcsó mézhez, amire aztán rá lehet pakolni, úgymond, azt az árrést, ami megéri nekik. Így van. Ebben a jelölésben talán egy nyilvánvaló dolog van, hogy a százalékot is úgy tudom már kötelező volna megjelölni a terméken, de úgy van, a kötelezettségük úgy van, hogy amelyikből a legnagyobb százalékot tartalmazza a kicsomagolt termék, azt kell legelőször feltüntetni, mint beszerzési országot, és akkor a százalékokat szépen sorban úgy kell feltüntetni, hogy lefele csökkenő mértékben. Ebből egy tájékoztatást kaphatna a vevő arra irányulóan, hogy melyik az az ország, vagy melyik az a régió, ahonnan származik ez a termék.
de még hát rengeteg olyan termék van a piacon, ahol még nincsenek feltüntetve rendesen ezek az adatok. Ugyanakkor az agrárminiszter mindig megjegyzi, hogy szükség lenne a tudatos hazai fogyasztókra, és ebbe be kell, hogy szálljanak a méhészek, tehát a méhészek az OME, a Bros Péterék másik oldalról, ott vannak most már a mézlovagrendek, az szintén fontos, és hogy el kéne indulni egy olyan úton, hogy a termelőktől közvetlenül lehessen megvásárolni a mézt. Most erre nyilván a piacokon van lehetőség és mód, ugyanakkor ez még gyerekcipőben jár. Nagyon gyerekcipőben jár. De én is nagyon-nagyon sok előadást tartok, nagyon sok lehetőséget megragadok arra hogy népszerűsítsem a méheket, a mézet, és mindenkinek el szoktam mondani, hogy aki tudatos mézfogyasztó, és rendszeresen fogyaszt mézet, és azzal édesíti a termékeit, akkor legyen egy méhésze. Sokan mosolyognak rajt, de Az a méhész, az a szakember, aki a nevét adja hozzá, a tekintetét, a kézfogását és a becsületét adja ahhoz a termékhez, akkor abban az emberben meg lehet bízni, hogy őtőle jó terméket kap az a vevő, és bátran, biztosan fogyaszthatja, és nem esetleg egy mindenféle vegyi konyhákban összekutyult édes terméket. Fontos kérdés nyilván az uniós mézpiac megtisztítása, de fontos azok az irányelvek, amelyeket szintén az agrártárca határozott meg a támogatási rendszer megváltoztatásáról. Ugye nyilvánvaló, hogy a 2027-ig tartó időszak az rendkívül fontos lesz. Érzékelitek-e, hogy az agrártárca, illetve hát a magyar támogatási rendszer valóban változik? Változások vannak, és az a baj, hogy a változások azok mindig nehézségekkel járnak, és sokszor olyan magas követelményeket támasztanak a termelők fele, hogy sajnos vannak olyan termelők, akik azt mondják, hogy amikor tanulmányozzák ezeknek a támogatási rendszereknek a követelményeit, akkor sokan visszakoznak és visszahőkölnek attól, hogy egyáltalán belevágjanak, mert nagyon nagyszerű dolog az, hogy támogatják a méhészeket, a termelőket. Nagyszerű dolog az, hogy segítik a munkájukat, de igazából olyan sokáig tartó követelményeket és elszámoltatási, persze természetesen a támogatással el kell számolni, és hát azt vegyük tudomásul, hogy ez egy teljesen korrekt dolog, hogy elszámoltatják a termelőket, de nagyon sokan megriadnak ettől a kemény feltételektől, és azt mondják, hogy nem is veszik igénybe. Sajnos ez egy kicsit szomorú, de sajnos ezt látjuk, és ez van. Értem. No, egy dologról kell, hogy még beszéljünk, ez rendkívüli szélsőséges időjárásról. Esőt régen láttunk, akkor is pár csepp esett, megváltozott a helyzet. Hogyan hat ez a méh családokra? Hát nem egyszer elmondtuk, és mindig látjuk is azt, hogy teljesen fel van borulva a klímánk, teljesen fel van borulva, ha csak a szűkebb pátriánkat, a Kárpát-medencét nézzük. Valamikor mindig arról beszéltünk, hogy Magyarország éghajlata kontinentális, ma pedig már erősen a mediterrán éghajlatot kell emlegetnünk, mert látjuk, hogy erről szól a dolog. Igazából a tavasz is valahogy nem jól indult, aztán mégis valami kis szerencsés sugallat, vagy nem is tudom, hogy kijátszott itten közre, de ugye a legjobb, vagy a legkurensebb növényünk az akác, és akácvirágzás előtt még egy héttel fagyott. Mindenki keresztet vetett az akácra, hogy ennek megint annyi lesz, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. De aztán olyan szerencsénk volt, hogy igaz, hogy szakaszosan, de azért nagyon jó minőségű mézet adott az akác,
és most az van, hogy a raktárak megint megteltek, mert jó. Nem mondom, hogy kiváló mennyiségű akác termet, de egy jó közepes termés lett, amivel a méhészek azt lehet mondani, hogy elégedettek is, mert legalább a nullánál vagy a semminél sokkal több termet. Aztán a tavasz az egy kicsit esős volt, és az úgy viszonylag jól működött, aztán hirtelen bejött ez az óriási nagy aszályos nyár, és most a napraforgóval kapcsolatban is, ugye a nyárnak a elején, közepén virágzik a napraforgó, és azok a méhészek, akiknek olyan szerencséjük volt, hogy egy frontvonalnak a közepébe kerültek, és kaptak esőt, és a napraforgó fel tudta venni azt a mennyiségű nedvességet, ami a nektártermeléshez elég volt, azok jól jártak. Akik egy aszályosabb, az alföldön, délalföldön, aszályosabb területen gazdálkodnak, és ott méhészkednek, azoknak viszont nem volt olyan nagyon jó a napraforgó termésük. És már a gazdák is úgy a termelésüket úgy irányítják, hogy nagyon korán vetik el a napraforgót, mert ugye tudják azt, hogy ha az utóbbi a termő időszaknak a végére nem kap a napraforgó elég mennyiségű vizet, akkor kész, vége. A magtermésnek is. Ugye a gazdákat nagyon a nektár nem érdekli, mert nem foglalkoznak vele, hogy mennyi nektárt ad az ő termékük, vagy az ő növényük. De az a napraforgó nektárt se ad. Fontos kérdés emellett, hogy mély invázió van, mondják néhány területen a városban. Ennek is a szárazság, illetve ez a forróság az oka? Nem biztos. Igazából ugye két fele kell osztanunk a dolgot, mert az átlag ember sokszor különbséget tud tenni a darazsak és a méhek között. Hát a méh invázió, a házi méheknek a rajzása a tavaszi időszakban olyan problémát okozott, hogy mivel áttevődött az akásznak a virágzása, és a méheknek a fejlődési stádiumai nem odaestek, ahol a méhészek a legtöbb mézet le tudták venni, hanem még utána erősödtek a méhecskék, és ezért nagyon sok méhcsalád kirajzott. És Székesfehérvár tudom alapul venni. Fehérvár városunk környékén nagyon sok méhész folytatja a tevékenységét, és mivel elég sok méhraj kiment, ezért a városban is nagyon megszaporodtak a megjelenő méhrajok. Hát adott elég munkát azzal kapcsolatban, hogy ezeket tudjuk mentesíteni, és véletlenül se legyen belőle valami tragédia. Nagyon-nagyon sok munkát adott. Aztán a másik oldal pedig a darás kérdése, ami viszont tényleg az éghajlatnak köszönhetően. Vízhiány. Nagyon jó, az éghajlatunk nagyon kedvez ezeknek a fajoknak, és óriási nagyságú családok alakulnak ki. A város teljesen ki van száradva, és a napoknak így a történései, hogy például a strandon panaszkodnak az emberek, hogy tele vannak darázzsal. Hát ezek a darazsak, akiknek a vízre nagyon nagy szükségük van, sokszor több kilométerről megkeresik azokat a helyeket, ahol víz van, és hát hol nem volna sok víz, mint a strandon. És hát sajnos tele van az egész strand darázzsal, és hát szeretném elmondani azoknak a lakosoknak is, akik oda járnak, hogy sajnos nem tudunk ellenük védekezni, mert ezeknek az állatoknak nagyon nagy szükségük van vízre, és ők ezt meg fogják keresni. No, hát akkor itt tartunk. Kimondhatjuk ugye együtt, hogy add már uram az esőt, de hát igazából, ha megnézzük a meteorológiai jelentéseket, az előrejelzéseket, ebben nem nagyon reménykedhetünk, de hát azért bizalommal vagyunk a fentiek felé. Én köszönöm szépen, és hát ennek ellenére jó munkát kívánok. Köszönjük nyilvánvaló, hogy rendkívüli szükségünk van a mézekre, a méhészekre nem különben. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem szokás szerint Antal István méhészmester volt. Nagyon sok mindenről beszéltünk, hiszen ne feledjük, a forróság mellett a méz eladások kijelölt
származási helyek is rendkívül fontosak számunkra, úgyhogy én azt hiszem, hogy elindult egy folyamat, ami mindannyiunknak, nem csak a méhészeknek nagy javunkra szolgál, úgyhogy én pedig köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.